Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papsági, és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek téged ezen a csodálatos reggelen. Isten nagyon szeret téged, tudod? Isten nagyon-nagyon-nagyon szeret téged, és nagyon szerelmes belé. És Isten ma is akarja, hogy ma is akarja, hogy kifejezze ezt a szeretetet felé, és így fogunk most imádkozni. Drága mennyi atyám, köszönjük a te szerelmedet, köszönjük a te és drága mennyi atyám, imádkozom ezen a mai napon azért, hogy a te néped valóságosan érezés és lássa a te szeretetedet. Imádkozom azért, atyám, hogy akik még nem teljesedtek be a Szent Szellembe, atyám, hogy a te szerelmet kitöltessen az ő szívükbe a Szent Szellem által, az Úr Jézus Krisztus nevében. És köszönöm neked, atyám, hogy ez a szerelem fellángol a te népedben, az Úr Jézus nevében. Köszönöm, hogy megismerik a te valósággal, hogy megismerik azt, hogy te mennyire szereted őket, az Úr Jézus nevében imádkozom most ezért, hogy ez nyilvánvaló módon látassék meg az ő életükben. A názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen, amen, amen. A mai üzenetnek a címe az elragadtatás, nem tréfa. Azt a... A zsidó 10.37-et fogjuk olvasni. Mert kevés idő, és aki eljövendő, eljö, eljöv, és nem késik. Néhány ember azt hiszi, hogy az egyház elragadtatása csak tréfa. Az érvelésük az, hogy az elragadtatás, mint szó nem szerepel sehol a Bibliában, és még Jézus sem beszélt róla soha. Nos, sok dolog van, amiről Jézus nem sokat mondott. Például a tanítványai vele voltak néhány évig, amíg a földön szolgált, de semmit sem tudtak arról, hogy a pogányok üdvösséget kapnak. Noha sok mindenre megtanította őket, nem találtak semmit, ami világosan megértette volna velünk, hogy a pogányoknak üdvösségre kell, pogányokat üdvösségre kell vezetni. Jézus azonban elmondta neki, még sok mondaném valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak szelleme elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenteti néktek. Tehát nem azt mondta, amit az emberek halani akartak volna az elragadtatásra. Épp úgy, ahogy nem beszélt egyértelműen a pogányok üdvösségére. Valójában, amikor Péter elment Cornélius házába, a római százados a többi tanítványjal hallott róla, és megharagudtak rá el kellett magyaráznia nekik az Isten szellemével kapcsolatos tapasztalatait, és azt, hogy az ő közbeavatkozása nélkül, már Péternek a közbeavatkozása nélkül, hogyan szállt rá a Szent Szellem a pogányokra, miközben még beszélt hozzájuk. Jakab ezután kinyitotta a Szentírást, és megtalálta azt, hogy a proféták azt mondták, hogy a pogányok üdvösségre jutnak ez volt az első támpontjunk egészen addig, amíg Pálapostól meg nem kapta Krisztus testének a titkát és kinyilatkoztatását. Ugyanez a helyzet az elragadtatással. Előfordulhat, hogy egyetlen versben sem találod meg az elragadtatás szót, mert a megírás idején Pál rejtélyként írja le. Ímé titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 1 Korintus 15.51. Az 1 a 4.17-ben azt olvashatod, hogy mi fel leszünk kapva a görög szó harpazzó, ami azt jelenti, hogy megragadni és elvinni. A latin fordítás raptura, ami angolul rapture, így tehát téves, ha valaki azt állítja, hogy ez nem szerepel a Bibliában. Senki ne tévesze meg téged az elragadtatás, hamarosan megtörténik. Közelebb van, mint valaha. Olyan gyorsan fog megtörténni, hogy aki nincs felkészülve, annak nem lesz ideje felkészülni, és lemarad. Jobb, ha ez nem te leszel. Zsidó 9.28. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget. Másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őket várják az üdvösségükre. Halleluja! Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tisztában legyél azzal, hogy a vőlegény közel van. Jézus már közel van. Jézus már, 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 már elő van készülve arra, hogy elvigye magával az egyházat. Azt mondja a Biblia, hogy az órát meg a percet az, az atyának a hatalmában van tudni. De azt tudjuk, hogy már közel van. Tudjuk az igének a, a proféciáiból, hogy már, hogy már ez nagyon-nagyon közel van az elragadtatás. Hogy már ez, ne, ez, már nem évtizedeket élünk ezen a földön. Ez egy pár éven belül bekövetkezik. És erre fel kell készülve lennünk, hogy amikor, amikor, amikor hív minket a megváltó, akkor készen legyünk hogy ne legyen más fontosabb dolog a Földön, ami miatt lemaradsz az elragadtatásról. Ne azon gondolkozzá, hogy még ezt is meg akarod csinálni, még ilyen házat akarsz építeni, olyan izé, stb. Legyenek terveid, ezek Istentől való tervek tudnak lenni. De ne kötődj úgy hozzájuk, hogyha Isten most hívna téged, akkor nem hagynál itt őt. Ne kötődj úgy egy emberhez, se egy tárgyhoz, hogyha most lenne az elragadtatás, akkor nem tudnád itt hagyni egy pillanat alatt. Mert akkor le fogsz maradni az elragadtatásról, ha addig nem térsz meg belőle. Legyen a leges legfontosabb a fókuszodba, Jézus Krisztus, Istenek a királysága, ezért éljél és dolgozzál, ez a szerelem buzogjon benned. És amikor ebben jársz és ebben élsz, akkor bizonyára fogsz jönni az elragadtatáskor. A menyegzőre. A mennyei mennyegzőre, Ámen, amikor találkozik az egyház Jézus Krisztussal. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon-nagyon várom, hogy ott legyek ezen a mennyegzőn. De addig még van feladatunk ezen a földön. És legyél aktív ebben a munkában. Legyél részes ennek a munkának. Legyél benne Isten királyságában, azáltal is, hogy fel vagy készülve az elragadtatásra. Ámen, hogy benne vagy a munkába, hogy egy testként mozogsz velünk hogy együtt, együtt, mozogjunk Isten királyságába. Szóval, kedves testvérem, azt mondja a Biblia, hogy amikor, amikor eljön az Armageddon, az utolsó ítélet, akkor minden meg fog égni. És a Szent Szellem megítél minden, és, és igazán lehet, hogy most felépítesz egy szép házat, de azt már csak pár évig fogod használni ne ez legyen a legfontosabb az életedben, hogy milyen házad van. Ne az legyen a legfontosabb, hogy milyen autóra gyűjtesz. Az autód is meg fog égni az utolsó napon. Ne az legyen a legfontosabb, hogy miket tudsz megalkotni a két kezeddel, hanem hogy betöltsd azt, amit Isten rád bízott. Mert ez fog számítani az utolsó ítéletkor. Legyen ebben fókuszált, és ez tudatosíts magadba, hogy már nem sok időnk van ezen a földön. Már sokan élve el fogunk ragadtatni. Vannak, akik még elköltöznek az Úrhoz hamarább, de már a legtöbben elragadtatunk. Együtt. Legyél felkészülve az elragadtatásra. Tudatosíts magadban, hogy ez, hogy ez, ez Istennek a beszéde. és Jézus Krisztus nem sokára, nem sokára visszajön. Úgyhogy ebben járunk, ámán, ebben élünk, hogy várjuk vissza, mi megváltunkat. Hogy elragadtatunk, ott vagyunk a mennyegzőn, veleje Jézussal együtt, és utána pedig Jézussal együtt visszajövünk. És uralkodunk még ezer évig. Fel kell lenned készülve az elragadtatásra. Legyél benne Istenek a munkájába, Istenek a tervébe. És ne a saját terveid legyenek a legfontosabbak, hanem amit Isten szeretne, hogy békhez vigyél. Az az elhívás, amit neked adott. A közbenjárásnak a szolgálata, a léleknyerésnek a szolgálata. Az, hogy Isten királyságát növeljük. Gondolj bele, vannak még olyan családtagjaid, akik még nem hisznek Istenben. Nem hisznek az Jézusban. Az elragadtatáskor ők itt maradnának. Imádkozom most azért, hogy meginduljon a te szíved, Abba, hogy megnyerjéd az embereket, megnyerjed a családtagjaidat, még az elragadtatás előtt. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat és szolgálat. Ámen. Ámen. Így fog most imádkozni. Mondjátok utánam, drága atyám, köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy feltártad előttem igéd mély meglátásait. Köszönöm, hogy a Szent Szelemed által tudattad velem az elragadtatás valóságát, és azt, hogy milyen közel van. Elkötelezett vagyok, hogy másokat is felkészítsek rá, mivel izgatottan várom a Mester visszatérését. Amen. Amen. Én is így áldalak meg benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy az elragadtatásnak a valósága és a közelsége Foganyom meg a ti bensőtökben, és ez realizálódjon. És imádkozom azért, atyám, hogy, hogy, hogy az én testvéreimnek és atyám, legyen egy fókuszált életük, amelyet te királyságodról, a te munkádról, a veled való kapcsolatról szól, atyám. És imádkozom azért, hogy minden olyan gátló tényező, ami miatt itt maradna valamelyik ők, és atyám, imádkozom, hogy ezek a dolgok legyenek elvágva, atyám. Hogy ne, 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 ne húzhassa őket vissza az elragadtatásból. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönöm neked, Szent Szellem, hogy te készített fel a te néperet Jézusnak a visszajövetelére. És imádkozom most azért, imádkozom most azért, hogy készek legyünk azon a napon. Készek legyünk a te nevednek a dicsőségére. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Legyen egy csodálatos napod, egy fantasztikus Isten dicsőségével teljes napod. Várunk benneteket szeretettel holnap is. Isten áldjon benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!